Azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz. Szegényre lopott ország, vagy kinek a rokonát tisztelhetjük a törvénymódosítások mögött címmel. Harangozó Tamás képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterelnök úr, ön sok elképesztő dolgot állított mostanában a beszédeibe. A diaszpora tanácson elmondott beszédében például ismét a hanyatló nyugat gazdasági és katonai összeomlását vizionálta. Mondjuk ezt én szerintem betudhatjuk annak, hogy Habony Árpád egyik ibizai útján írt beszédjét olvasta ott fel. Annak is van némi szolid bája, amikor ön olyan miniszterelnökként mutat utat a határon túlélő magyarjainknak, akinek a kormányzás alatt három szegednyi honfitársunk hagyta el az országot. De kétségtelen a személyes kedvencem ebből a beszédéből az, idézem, hogy ön szerint javul az alsó középosztály helyzete Magyarországon. Miniszterelnök úr, ön melyik filmet nézi, mondja meg őszintén? Az elmúlt öt évben a szegények helyzete és a szegénység százalékos aránya Magyarországon évről évre nőtt, ma 32,4%-on áll, azaz minden harmadik ember vagy szegény, vagy a szegénységnek kitett, több mint félmillió határainkon kívül él és dolgozik. Szerintem nincsen mire büszkének lenni, miniszterelnök úr. A magyar emberek szerintünk azonban nem saját hibájukból szegények, a magyar emberek azért szegények, mert Magyarországot szegényre lopják. Mert például olyan gyáva és korrupt vezetői vannak, miniszterelnök úr, akik Iránban 140 üzletemberrel tárgyalnak, mutyiznak, üzleteket kötnek, miközben itt a parlamentben, a kormány által beterjesztett törvényben megszavazzák, hogy a kedves rokonaik újra a közbeszerzési húsos fazékhoz ülhessenek. A konkrét személyes kérdésem, miniszterelnök úrhoz, a következő. Az ön tudtával, beleegyezésével vagy konkrét utasításával fogadták el azt a törvényt, ami alapján a kormánytagok rokonai újra közbeszerzéseken hízlalhatják a bankszámlájukat. Kérem, tisztázza, miniszterelnök úr, hogy önnek személyesen volt-e fontos ez a módosítás, vagy valaki másnak? Ha másnak, legyen kedves név szerint megjelölni, hogy melyik kormánytag volt az, akinek ez a módosítás olyan fontos volt. Várom válaszát. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Amikor a kormány dönt, törvényjavaslatot terjeszt be, kizárólag az ország érdekét nézi. De mégiscsak, tisztelt hölgyeim és uraim, tegyük fel azt a kérdést, hogy ki is beszél itt. Beszél itt egy olyan képviselő, és kérdez bennünket, aki nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon miért nem voltak az önök kormányzásának idején olyan szigorú szabályok életben, mint most. Miért nem volt olyan szigorú szabály érvényben, amelyeket rajtunk követelnek? Miért fordulhatott az elő, hogy az önök kormányzásának idején Gyurcsány Ferenc úgy lehetett miniszter, hogy közben a felesége az EU-s milliárdokról döntő Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnök helyettese volt? Képzelje el, mi lenne, mit kapnék én, ha ezt megengedném magamnak? Továbbá tisztelt hölgyeim és uraim! Gyurcsány Ferenc saját tulajdonában lévő cége 2007 és 2008-ban olcsóbban vásárolhatott áramot más vállalkozásoknál, miközben a villamosenergia árát önök a duplájára emelték. Kilopta itt szegényre ezt az országot? Amikor mindez történt, ön csendben maradt. Miért tette, képviselő? Köszönöm. Köszönöm, miniszterelnök úr. Viszont válaszra adom meg a szót a képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, valószínűleg azért miniszterelnök úr, mert közülünk ön ül itt 26 éve, és szerintem az önt minősíti, hogy egy ilyen kérdésen nem válaszol nekem, hanem Gyurcsány Ferenczik, szerintem beszéljék meg egymás között. Szerintem eltévesztett a házszám. Ez az egyik, és elég komoly oka ennek, miniszterelnök úr, hogy én csöndben voltam, nem voltam itt a ház falai között, ön itt volt. De akkor nézzük konkrétan, ha már személyeskedik a válasz adása helyett. Az én hétvégi házam végén áll egy stadion 4 milliárd forintért, vagy az öné mögött, miniszterelnök úr? Az én fogorvosom kapott 2,2 milliárd forint támogatást, vagy az öné, miniszterelnök úr? Az én gázszerelőm lett egyik évről, vagy néhány év alatt a egyik leggazdagabb magyar, és jelentette be múlt héten, hogy 1,3 milliárd forintért fog földeket vásárolni, aki 5-6 évvel ezelőtt még egy gázszerelő volt, és egy falu polgármestere, vagy az öné, miniszterelnök úr. Szerintem az öné, tehát mindenképpen önnek kéne válaszolni az eredeti kérdésemre is, meg ezekre is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont válasz illeti meg a miniszterelnök úrat. Nem karácsonyra kívánom önnek, hanem úgy általában,
hogy egyszer próbálja ki, milyen az, amikor stadion áll a kertje végébe. Olyan, mintha egy autópálya közlekedne ott. De ha már a vádaskodásaival rákényszerít arra, azt is el kell mondanom, képviselő úr, hogy ön a Paksi Atomerőmű Igazgatóság tagjaként mintegy 3 milliós pártfizetést kapott attól a cégtől, amely állami. Szép kis pártfizetés, és akkor még önnek áll feljebb. A pártfizetést felvette a közpénzől, most meg a szegények nevében szónokol. Biztos, hogy jó van ez így, képviselő úr? Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Milkóczki Ádám, a Jobbik képviselő.